Itt Tóth Kálma, Puskás és az Aranycsapat diadalai könyv szerzője. Ezen rövid videó a Aranycsapat Renault csapat meccsel foglalkozik. Ez a meccs négy nappal az angol-magyar előtt történt. 1953. november 21-én Párizsban Itt van az aranycsapat, de mielőtt megneveznénk az aranycsapat tagjait, háttérben látjuk a fehér kerítést. Sokáig nem tudtam, hol készült ez a fénykép, de ez a fehér kerítés itt eladja, ezt a Renault meccsen készítették. Ott van a Párizsban ez a fehér kerítés, ez a kép a Renault meccs előtt történt, és ugyanaz a felállítás, ami az angol magyaron Laurent Buzanski az utolsó élő tag, ki ez év januárjában, 2015 januárjában hunyt el, és Grosics pedig 2014-ben hunyt el. Meginterviewoltam Buzánszkit rövidesen Grosics elhunyása után. A könyv számára szepesít is. Hidegkúti Kocsis, Zakariás Cibor, Bozsik Budai, Lantos, Puskásöcsi és a Fekete Párduc Grosics. Puskásöcsi első hivatalos válogatott portréja 1945-ből. És itt van a felállási sor az angol-magyaron, színesbe, Puskás, Grosics, Lóránt, Hidegkúti, Buzánszki, Lantos, Zakariás, Cibor, Bozsik, Budai és Kocsis. Az arancsapat tagjai közül világklasszisnak tekintjük. Puskás természetesen Hidegkútit, cibort, bozsikat, kocsist és grocsist. Itt van a match statisztika. Ez a stadion, Marcel Beck stadion, körülbelül 5000 voltak. Az eredmény 18-1 az csapat javára. Na miért a Renault ellen játszott? Azért, mert Sebes Gusti bácsi, a szövetségi kapitány, fiatal emberként Franciaországban dolgozott, azt hiszem 1927 körül, a Renault gyárban. És focizott is, bár nem a Renault gyár csapatában. Ami érdekes a felállításban, az a klasszikus felállítás az angol-magyarra, hogy kik voltak a helyettesítések, Gellér, ez az örök árnyéka volt Grosicsnak, Buzánszki helyettesítése Várhíri Pál volt, Zakariás helyettesítése Kovács Imre, Budai helyettesítése Csikar, Sándor Károly, nagyon kitűnő játékos, őt is lehetne az arancscsapat tagjának tekinteni, Kocsis, még egy helyettesítés Palotás Péter, Hát őt is lehetne az arancsapat. Tagjának tekinteni. Ő tagja volt a 1952-es olimpiai nyertes csapatnak. És Cibor Zoltán helyettesítése Tóth Mihály volt, hát ő is játszott később a, a világbajnokságon Svájcban. Itt vannak a gólok, elég rengeteg gól. jobban látjuk, kik a gólokat. Itt puskás lő, nem tudom, hogy ez gól lett, vagy nem. Itt van a Renault játékos, egyik. Itt van egy másik Renault játékos. És itt van a biro. Ha megnézzük, puskás zombiai kb. kétszer olyan vastagok, mint a francia játékosok Szombjai. hát ezek a hatalmas szombok voltak a forrásai a bombáknak. Puskás lő gól. Ez a fotó a meccs előtt készült. Úgy látszik a 16-os vonalról gyakorolja Puskás a lövést, és hideg lehetett, mert a mezjének újját lehúzta a kezére. Sőt, így is játszott. Itt látjuk Cibort futni, hidegkúti, kocsis, és kocsis mögött Budai. Itt látunk három gyakorló mozdulatot, Ciborról, hidegkúti és kocsis. Ez a párizsi pálya manapság. Itt van a levegőből, hát úgy néz ki, hogy Párizs külkerületében van, erdős részen. Itt van a pálya, itt van ez a kerítés, amit mindig látunk, a szemben van a... Szemben vannak a lelátók a nézőközönségnek, bár lehetett látni nézőket a képeken a kerítésnél is, a fehér kerítésnél. Itt van a Marcelbeck Stadium bejárata. Ennek a meccsnek nagy jelentősége volt az angol-magyar 6-3-as győzelemben, mert helyreállította az arancsapatnak a lelkét, 18-1-re nyertek, az előző nemzetközi meccsen, Stockholmban, Svédország ellen csak 2 kettő, kettőt tudtak produkálni. Szóval a Arancsapat önbizalma és lelkesedése visszajött a Renault csapatával játszott meccs után. Ezzel búcsúzom itt Tóth Kálmán Puskás és az Arancsapat diadalai könyv szerzője.